Most már mondhatjuk, hogy szokásomhoz híven az új év elején összegyűjtöttem nektek a tavalyi év legfontosabb és legérdekesebb tudományos áttöréseit. A technológiai fejlődésünket szerencsére nem állítja meg se a háború, se az infláció, se a gazdaság lassulása, sőt, annyira sok minden történik, és olyan nehéz minden évben kiválasztanom a pár legnagyobb jelentőségű eseményt, hogy úgy döntöttem, negyedéves rendszerességre váltok. 3 havonta csinálok egy ilyen videót a tudományos világ legfontosabb híreiről és eseményeiről. Írd meg kommentben, szerinted jó ötlete? Na de nem is húzom tovább az időt, nézzük, mi mindent értünk el 2022-ben. Legyen az első az orvostudomány. Megtörtént az első sikeres fajok közti szívátültetés. Az 1900-as évek eleje óta a sertés a legtöbbet használt donor az ilyen kísérletekben, és míg koszorú eret vagy szívbillentyűt már a rendszeresen ültetnek át disznókból, addig a teljes szerves próbálkozások kudarcot vallottak. A legtöbb emlős sejtjeiben megtalálható az alfagál nevű molekula, amire a főemlősök szervezete idegen testként tekint. Legyen szó akár majmokról, akár emberekről, az immunrendszer elkezd antitesteket gyártani, és a szerv kilökődik. A testünk elpusztítja az idegennek vélt sejteket, és bár az immunszupresszáns gyógyszerek segítenek valamennyit, az 1960-as évek számos próbálkozása nem hozott használható eredményt. A 90-es években viszont megérkezett a génmódosítás. Több mint 2 évtized fáradtságos munkája, megszámlálhatatlan kísérlete és kutatása zajlott szépen csendben, a nagy közönség figyelme nélkül, hogy létrehozhassák a sertés szívet és veséket, amikben már nincs meg ez az alfagal. A szerveket sikerült úgy módosítani, hogy papíron befogadhatóak legyenek az ember számára. 2021 végén agyhalott betegekbe ültettek sertésvesét, hogy megnézzék, hogy viselkedik, 22. januárjában pedig egy valódi, élő szívbeteg kapott sertés szívet. David Bennett nem kerülhetett fel a donorlistára, így esélye sem lett volna emberi szívet kapni, nem volt hát vesztenivalója. 2 teljes hónapig élt az új szívével, ami nem csak hatalmas rekord a régi 48-72 órák után, de nem történt szervkilökődés. Az új szív sajnos felmondta a szolgálatot, de nem David immunrendszere miatt. Vagy egy sertésekben megtalálható vírus, vagy valamelyik műtét utáni gyógyszer elgyengítette a szívizmot, így bár szomorú véget ért a beteg története, maga a műtét és a kísérlet abszolút sikeres volt. Hatalmas áttörést hozhat a szervátültetések korába, hogyha sikerül tényleg használható sertésszerveket létrehoznunk. Csak az Egyesült Államokban több mint 100 000 ember vár új szervre, és naponta 17-en halnak meg a várakozás közben. Szintén elég jó eredményt hozott az Organex nevű eljárás legelső gyakorlati kísérlete. A hagyományos tüdő és szívbypass gépeket kiegészítő új technológia képes volt elhunyt sertésekben nemcsak hogy életben tartani a szerveket, de még vissza is fordított bizonyos a halállal járó sejtkárosodásokat. Ez is áttörés hozhat a szervátültetések világába, mivel jelenleg elég szűk az időablak, ami ilyenkor rendelkezésre áll. A mesterségesen tovább működtetett keringés és légzés már régóta jelen vannak a kórházakban, de nem képesek csodákra. A szervek a halál után elkezdenek károsodni, és az orvosoknak alig pár órája van például a szív és a tüdő elszállítására. Ha valaki nem kórházban veszti életét és nem lehet azonnal bypassra rakni, az nem is lehet már szervdonor. Az Organex egyelőre úgy tűnik képes sokkal-sokkal rugalmasabban kezelni a halált és a beállta utáni állapotokat, így rengeteg megmenthető szervet hozhatná el a transzplantációra szorulóknak. Persze, még hosszú az út, embereken nem tesztelték, de reméljük egyszer oda is eljutnak. A szervhiányon túl a folyamatos vérhiány megoldása is új fázisba lépett, egy az előző 2-nél már jóval gyakorlatiasabb fázisba. 2022-ben először adtak embereknek laborban létrehozott, vagy csúnyább szóval növesztett vért. Megkezdődött a valódi klinikai tesztelés, ami ha sikeres, egyre többekhez juthat el az új megoldás. Az elsődleges cél a legritkább vércsoportok ellátásának folyamatos biztosítása lenne. Ez volt amúgy az elmúlt évtized legrosszabb éve vérellátás szempontjából, a Vöröskereszt szerint még nem volt ekkora hiány vérből, és ez egy egyre romló trend, ami nem látszik megfordulni. Jöjjön hát a művér, reméljük meg tudják majd oldani a költséghatékony tömeggyártást is. Távolodva kicsit, de még nem teljesen elhagyva az orvostudományt, 2022-ben sikerült befejezni az emberi DNS szekvenálását. A Human Genome projekt 1993-ban rajtolt el, és 2003-ra nyilvánították szinte késznek. De ekkorra valójában csak az emberi DNS mintegy 85%-át fejtették meg. DNS-ünk 3,2 milliárd bázispárjának a maradéka viszont még majdnem 2 évtizedet igényelt, hiszen ahogy egyre kevesebb volt hátra és egyre több ismétlődést tartalmazó szakaszokhoz értek, úgy volt egyre nehezebb a feltérképezés.
2021. májusára már csak 0,3% hiányzott, majd 22. januárjában megszületett az első 100%-ban megfejtett Homo sapiens DNS. A szekvenálás fontosságát azt hiszem nem kell túlrészletezni, a megfejtett emberi DNS már a számos biológiai, gyógyszeripari, orvosi és virológiai kutatás alapja. Lehet, hogy a következő összefoglalóban épp ennek köszönhetünk majd egy következő nagy felfedezést. Egy újabb fontos felfedezés volt 2022-ben, hogy a mikroműanyagok, azaz a műanyagok bomlásából származó nagyon-nagyon pici darabkák nemcsak hogy megtalálhatók a Föld minden létező pontján, még a Mariana-árok mélyén is, de az emberi testben is. Egy brit egyetem kutatói jöttek rá, hogy a tüdőnk legkisebb légútjaiban mikroműanyagok rakódnak le. Egy 13 emberen végzett analitikai vizsgálat 11-ben mutatta ki műanyag jelenlétét, összesen 39 fajtát. A felfedezés egy sor új kutatást indított, többek között rá kell jönnünk arra, milyen hatásai vannak ennek hosszú távon, vagy akár okozhatnak egészségügyi panaszokat rövid távon, milyen széles körül a jelenség, és pontosan honnan származó műanyag ez. De persze a legfontosabb következmény, hogy újabb nagy löketet adott a műanyag ellenes lobbinak, amit évről évre nehezebb figyelmen kívül hagyni. Laborokban végzett állatkísérletek azt mutatták korábban, hogy a szervezetbe jutó műanyagok okozhatnak gyulladást, a sejtek halálát és a DNS károsodását is. És ha már műanyag ellenesség. Feltűnt már, hogy évről évre, ha jól rémlik úgy 2016 óta folyamatosan találnak mindenféle ország kutatócsoportjai műanyagevő baktériumokat és enzimeket. Egész gyakran jönnek hírek, hogy egy új szuperenzim 20-szor gyorsabban bont műanyagot, mint az eddig talált legjobb, stb. Felmerül a kérdés, hogy ha ennyire sokféle dolgot találtunk már, miért nem használunk még egyet sem? Nem kéne már rég műanyagot bontanunk velük? Nos, az a helyzet, hogy sajnos még nem tudunk, de 2022-ben ebben is történt egy nagy előrelépés. Az alapvető probléma, hogy a műanyagok nagyon sokfélék, és a legtöbb baktérium vagy enzim csak párfélét tud megenni. Egy másik akadály, hogy a milliárd tonnányi műanyagra nem szabadíthatunk rá kellő mennyiségű bontóbaktériumot. Egyrészt még nem tudunk honnan ennyit szerezni, valószínűleg megfizetni se tudná senki, másrészt pedig kiengedni a természetbe egy nagyrakás bontóenzimet vagy baktériumot beláthatatlan következményekkel járhat. Mi van, ha elkezdenek mást is megenni? Mi van, ha egyszer ők maguk is szennyezni kezdenek? Mi van, ha a táplálékláncot nyírják ki? Vagy épp korlátlanul terjednek majd, és megeszik azt a műanyagot is, amit még épp használunk? Ezek elég komoly veszélyek, de mégsem ez a legnagyobb probléma, hanem hogy a műanyag lebontása után az sokszor még mindig műanyag. A lebontott molekulákat még ugyanúgy nem tudjuk hova tenni, mint a nejlonzacskót, amit együtt alkotnak. A kötések felbontásán túl tehát valami célt kell találni a végterméknek, például újra felhasználni. Egy pár éve megjelent eljárás például képes az amúgy csak kb. 3-szor újrahasznosítható egyik műanyagot az ilyen lebontó enzimek segítségével 40-50-szer újra felhasználni. Nem rossz, de a nagy problémát nem oldja meg, a műanyag nem tűnik el. És itt jutunk el az újdonsághoz. Egy kolorádói kormánylaborban Greg Beckham csapata képes volt pár könnyen elérhető katalizátorral és egy módosított baktériummal PET-et és HDPE-t, talán a két leggyakoribb műanyagtípust biológiailag lebomló anyagokká alakítani. Ezek egyrészt képesek a természetben maguktól lebomlani olyan hasznos anyagokká, amik aztán a rendszer részét képezik, másrészt az elért anyagoknak van orvosi felhasználása. Lehet belőle csinálni felszívódó varratokat, csavarokat, ín- és csontpótlásokat, mindenféle testbe ültethető ideiglenes eszközt. Az, hogy végre képesek lehetünk nem haszontalan műanyaggá továbbbontani a műanyagokat, egy hatalmas előrelépés a probléma megoldásában. Félig még biológia, félig már robotika, hogy japán kutatók távirányítható kiborg csótányokat hoztak létre. Azért ez durván hangzik. A rovarok hátára kerül egy apró irányítóegység, egy tölthető aksi és egy mini napelem. Az ultravékony elektronika és a rugalmas anyagok ötvözésével a körülbelül 6 centis madagaszkári bütykös csótányok szabadon tudnak mozogni, a tudós csapat a lábaikat vezérli távirányítással. Ez talán nem annyira köztudott, de sok éve folynak már kutatások világszerte irányítható rovarokért. A felhasználási lehetőségek sora elég hosszú. Apró kamerákkal mentőakciókban tudnak segíteni keresni, mondjuk törmelék alatt, lehet rájuk tenni légköri érzékelőket a levegő minőség mérésért vagy a jobb időjárás előrejelzésért, de segíthetnek például a beporzásban is. Ezt az épp eltűnőben lévő méhekkel egyébként is muszáj lassan megoldanunk. A csapat következő alanya egy repülni is tudó ízelt lábú lesz. Az űrkutatás felé haladva az év egyik legnagyobb áttörése volt, hogy sikerült növényeket magból kicsiráztatni, holdi talajban. A talajmintákat még évtizedekkel ezelőtt az Apollo programban hozták el, és a NASA által támogatott kutatáshoz kölcsönadták őket egy floridai kutatócsapatnak.
A sikeresen kinőtt növények egyrészt hozzájárulnak egy holdkolónia megvalósulásához, másrészt nagyon fontos eredményeket adnak a téren is, hogy hogyan termeszthetünk növényeket a Földön nehéz körülmények között, olyan helyeken, ahol amúgy egyáltalán nem lehetne. A NASA idén sem maradt sikerek nélkül. A 2021. decemberében fellőtt James Webb teleszkóp végig dolgozta az évet, felfedezte a világegyetem legöregebb galaxisait, elkészítette az első képet egy exobolygóról, képes volt egy exobolygó légkörét kielemezni és széndioxidot talált rajta, egy másikon felhők létezését bizonyította, úgyhogy elég sok téren adott az űrkutatóknak hasznos információkat. Ami viszont a James Webbnél jóval gyakorlatilasabb siker, az a DART nevű küldetésük volt. A Double Asteroid Redirection teszt célja, hogy képesek legyünk aszteroidákat kimozdítani a pályájukról. Az első ilyen szondát 2021. novemberében lőtték fel, 22. szeptember 26-án pedig belevágták azt egy kisbolygó egy holdjába. Várakozásaik szerint 73 másodperccel tervezték megváltoztatni annak keringési idejét, de 32 percet, hatalmas eltérést tudtak okozni. Ez volt az első valódi gyakorlati kipróbálása egy aszteroida eltérítő technológiának. Arról nem is beszélve, hogy a történelem során először változtatta meg az emberiség szándékosan egy égitest keringését. Bolygónk megvédése egy lehetséges becsapódási katasztrófa esetén az egész emberi faj érdeke, jó tudni, hogy egyszer talán rutinszerűen megállíthatunk bármilyen közeledő aszteroidát. Rengeteg területen születtek még nagy áttörések, de mivel elég régóta megy a videó, már nem akarok mélyen belemenni semmibe. Felfedeztek például egy új technológiát, amivel alig 10-15 perc alatt fel lehet tölteni egy elektromos autó akkumulátorát. Félretéve az energia árakat és az egyéb problémás vitás területeket, el kell ismerni, hatalmasat dobna az ilyen autók, meg ámblok az akkumulátorokkal ellátott eszközök használhatóságán egy nem több órás, hanem pár perces töltési idő. Már csak egy tiszta energiaforrás kéne, ami a Föld tönkretétele nélkül fedezi az energiaszükségletet. Épp erre lenne jó egy fúziós reaktor, ami kiküszöbölni a hasadásos, jelenleg használt atomenergia vélt és valós veszélyeit. Már több ilyen összeállításban is szerepeltek erről szóló hírek, és bizony most is volt két fontos előrelépés. Egyrészt Kína felfedezett egy általuk gyűjtött holdi mintában egy új ásványt, ami elláthatná az ilyen reaktorokat üzemanyaggal. Pontosabban az ilyen reaktorok egy fajtáját, hélium-3 izotópot tudnának a Holdon bányászni. Az előnye a deutériummal és a tríciummal szemben, hogy nem keletkezik radioaktív maradékanyag, a hátrány, hogy nehezebb ilyen reaktort építeni, mert kevesebb energiát ad ez a másik fajta fúzió. Ami viszont biztató, hogy úgy tűnik most először sikerült a fúzióval energiát termelnünk. Már több fúziós reaktor is létezik, többet beindítgatnak kísérletezéshez, de ezek a tesztüzemek több energiát igényelnek, mint amennyit termelnek. Épp ezért nagyon fontos előrelépés, hogy valakinek végre sikerült nettósítva energiát nyernie. Egy kaliforniai labor lézeralapú fúziós technológiája 192 lézer segítségével képes olyan hőt előállítani, 100 millió Celsius fokot, amiben aztán a hidrogénatomok egyesülni tudnak. A kísérlet léptéke és a kinyert energia persze még kicsi, pár teáskanna forna fel vele, mégis elképesztő áttörés. Megint közelebb kerültünk ahhoz, hogy egy nap talán tiszta, nem szennyező és rendkívül hatékony energiaforrásunk legyen. Végszóként megállíthatatlanul fejlődik tovább a mesterséges intelligencia és vele a robotika és a hibrid okos rendszerek. Van már AI által vezérelt robotizált mezőgazdaság tűpontos adatokkal, milliméterpontos aratással, lézeres gyomírtással és végletekig optimalizált öntözéssel, de minden iparágban jelennek meg épp az ehhez hasonló komplex megoldások. A tavalyi év legnagyobb durranása viszont mégis a generatív AI területe volt. Beléptek a köztudatba a mesterséges intelligencia által készített hangok, beszédszoftverek, videószerkesztők, szövegírók, AI influencerek és a képgenerátorok, amik felforgatják a művészvilágot, na meg persze a szerzői jogokat. Ezekről viszont most nem mesélnék újra, készült egy tök jó és átfogó videónk a témában. Ha érdekel, hogyan működik, mire képes és milyen következményei lehetnek annak, hogy az AI a semmiből parancsra képeket alkot nekünk, kattints tovább az erről szóló videónkra. Örülünk, hogy itt voltál, ha tetszett a videó, iratkozz fel, és persze köszönjük a támogatást minden csatornatagnak és főpartnerünknek, a RegHostnak.